Support! Tank! És minden mi jó! Ezekből az összetevőből táplálkozott az Overwatch Community. De most hozzáadunk még egy alkotó elemet. A lazacot. Így született meg ez az egyszerű srác, aki informatív, alapos és teljesen gyogyós. S arra tette fel életét, hogy guide videóival tanítson téged és a kezdőket. Hello mindenki! Az Lazac ismét eljött hozzátok, ezúttal az új Brigitte guide-ommal. És igazából szeretnék nektek úgy mindent lehetőleg legtömörebben elmondani, egy-két dolgot megmutatni, és utána rátok is hagyom a fejlődést. Lássuk, hogy mit tudunk mondani. Brigitte fegyvere egy ilyen láncos pörője, ami igazából visszahúzható a tokjába. És eléggé messziről lehet vele ugye sebezni, amint látjátok, itt is elég nagy a range-e ennek a fegyvernek, messziről le lehet érni az 5 méteres vonalon kívülállok, úgyhogy ja, meg lehet próbálni. Azért persze, hát nyilván ez egy melee weapon, szóval azért mégiscsak közel kell lenni. Van egy olyan különlegessége, hogy ugye ilyen jobbra-balra suintunk vele, úgy mint Reinhardtnál, ezért képes egy kicsit így balra meg jobbra sebezni alapból. Ezért nagyon-nagyon ajánlott úgy harcolni vele, hogy közben forogsz, csak úgy, mint Reinhardtnál, és akkor egyszerre több ellenfelet is tudsz sebezni. Brigittenek van egy érdekes passzívja, ami igazából ugye a support irányba viszi el, hogyha valamit megüt a fegyverével, vagy ugye a VIP-el, akkor utána tudja tölteni a saját, és vagy ugye csapattársainak a HP-ját is egy bizonyos körön belül. Ez egy nagyon jó AOE heal, igazából talán erősebb is egy picit, mint Lucioé, úgyhogy mindenféleképpen érdemes használni. A jobb klik lenyomásával elő tudunk rántani egy kis shieldet, ami 500 életet tud védeni, és ennek a shieldnek nagyon nagy haszna van, főleg, hogyha valakivel párbajozunk. Itt láthatjátok azt, hogy írja is folyamatosan ugye, hogy mennyi az a shield, amit mi tudunk tárolni, és mennyi az a shield, amit mi meg tudunk tartani. A következő képességet csak akkor tudjuk használni, hogyha elő van a shieldünk, ami egy eléggé ilyen kis rövid stunocska, és azzal ugye tudjuk az ellenfeleket befolyásolni. Ezen kívül még használhatjuk arra is, hogy a magasba kilőjük magunkat olyan helyekről, hogyha esetleg nekicsúszunk valaminek, és akkor magasra fel tudunk repülni, így esetleg high groundokra kerülve, vagy elkerülve mondjuk egy Reinhardt shattert. A stun nagyon jó arra, hogy megszakítsuk mások ultimétjét, mint például itt ezt a Reaper ultit, vagy pedig, ugye lehet, hogy itt nem látszik annyira, de a Mei is próbálta eldobni az ultiát, de nagyon gyorsan beszakítottam, és hát azután már nem tudott vele mit csinálni. A Reaper pack az egyik leghatékonyabb burst heal a játékban, 150 életet tudunk valakire hirtelen rádobni, vagy pedig ugye ez az armor folyamatosan át tud konvertálódni armorra, ami igazából úgy néz ki, hogyha mondjuk valakinek hiányzik 100 élete, akkor 100-at healelünk rajta, és a maradék 50 élettöltés, ami marad a képességben, az átalakul ugye 50 osztva 2-vel 25 armorra, és akkor az is rákerül a mi kis barátunkra. 6 másodperc CDN a képességnek, és igazából nagyon jó az, hogy ugye targetos, szóval nem egyszerűen céloznunk kell, és akkor megpróbálni eltalálni a csapattársainkat, hanem egy kicsit könnyebben tudunk vele célozni, és azért sokkal biztosabban eltaláljuk, és sokkal biztosabban tudunk valakit így hopp hirtelen felhílelni kevés életről, mert hát a 150 heal az nagyon-nagyon sok.
A Whipshot egy nagyon érdekes képesség, nagyon jó sebzése van, 71 sebez, és igazából 4 másodperc alatt vissza is jön a CD-je, 20 méterről lehet vele ugye találatot bevinni, és amúgy nagyon pontosan kell célozni, arra vigyázzatok, de ugye, ugye el is löki az ellenfelet, méghozzá eléggé messzire el tudja lökni, viszont arra figyeljetek, hogy fölfele szinte sose fog lökni, szóval ha még alulról is lőttök meg vele valakit, akkor is az lesz, hogy viszonylag egyenesen fog elrepülni, és ugye utána esik lefele. Csak úgy, mint Reinhardtnál, Bridgetnél is van Animation Cancel, a sima ütést ugye a kb. A felénél meg lehet szakítani a Whipshot-tal is, és a Shield-del is, és innen jön igazából ez a kombó, amit lehet csinálni a Whipshot-tal és a Shield Bash-sel, ami úgy néz ki, hogy ugye ütsz egyet, utána lebesseled, hogy lestunnoljad, utána ütsz még egyet gyorsan, és egyből ugye a Cancel-be Whipshot, és hogyha még marad időd, és nem repül túl messzire, akkor még egy ütés. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk az utolsó, az Ultimate képesség, ez aminek a neve Rally. És igazából az a lényege, hogy egy bizonyos körben körülötted, ami ugye 8 méter, elkezdi az emberekre folyamatosan rárakni az armort, gyűjti rajtuk, és ez egy nagyon erős buff végül is, hiszen az armor több sebzést véd le, mint hogyha csak simán élete lenne valakinek. Úgyhogy nagyon-nagyon jól működik. Ráadásul ez a képesség több ideig rajta marad a karakteren, ugye 30 másodpercig kitart. Szóval tudtok menni be és harcolni így kicsit még jobban, strapabíróbban, és csak egy idő után fog ugye szépen lassan leesni vissza normálisra. Nyugodtan legyetek agresszívak ezzel az extra armorral, próbáljátok meg lekövetni a tankjaitokat és zavarni azt, akit csak lehet, hiszen Bridget egy nagyon nagy erőt képvisel. És így utoljára most bemutatnám, hogy egy helyzetben, egy éles helyzetben én mit döntök. Megpróbálom ugye megmenteni azt az embert, de hát a gyors targetolás elég gyors, hogy megmentsem, azt az embert levágják. Ott látok egy nanohánzot, hogy felrakom a shieldet, mielőtt fejbe lőne. És ugye addig, amíg nem vagyok a közelébe, addig nem is kezdem el ütni. Addig folyamatosan fel van a shield, és hogyha elérem, akkor ütöm. Sikerül még megmenekülnöm, a Tracer meglóg előlem, de utána megyek vissza ugye a fájba, próbálok ott lenni. És a Doomfistnek a ultiát le tudom védeni a shield-el, és utána, hogy ne is tudjon megmozdulni, gyorsan lestugnolom a francba. Ütök egyet, és egyből egy Whipshot, és viszlát mehet a fenébe. Utána próbálom tartani ugye a helyet, igazából azért ütök mindig, mert teljesen mindegy, hogy most shieldet tartok vagy ütök, de valamit csinálni érdemes. Itt a Moira végzetes hibát vét el, és mellettem nyomja el az ultiát, amit egyből megszakítok a shield bash-sel. Látok egy embert, az gyorsan behílelem, utána fordulok meg egyből, hiszen mögülem hallottam a Stormerót. A Tracer nagyon-nagyon ugrál össze-vissza, elnyomja a Recall-t, ami azt jelenti, hogy most már sebezhetőbb, azért rajta tartom a szemem. Itt van egy lehetőség, rábesseljek. Itt egy kicsit hamar kinyomtam a Cancel, de szerencsére a Genji besegített, de az egyik, hogy meg tudtam volna ölni egyedül, hogyha nem vagyok béna. A Hammondot csak visszatuszakolom a sarokba, hogy minél később tudjon kijönni onnan. És utána elindulok az Anna felé, csak úgy kapkodva, hiszen hogyha elérem, akkor vége lesz neki is. Ütöm a shieldet, és igazából kezd a mi javunkra fordulni a fight, a majmot ellököm tőlem, ahogy leér, hogy ne sokat sebezzen rajtam. A Reaper-t szemmel tartom, stunnolom egyből, és együtt megöljük gyorsan még a stun alatt. És itt elnyomom az ultit, és mindenki, aki a közelemben van ettől a pillanattól, folyamatosan armort fog kapni. A Hammondot csak visszafordítom, hogy ne legyen olyan erős. És itt ugye körülöttem mindenki biztonságban van, és ezzel nyerjük meg a fightot igazából, egy szép hosszú fight. Nézzük meg még gyorsan két play of the game-et, az első arról szól, hogy igenis legyél agresszív, főleg hogyha fent van az ulti, lehet őket ütni folyamatosan, és előbb-utóbb elkapod azt, akit kiszemeltél. A másik pedig, hogy Bridget nagyon jól tud brawlozni, ugye életben maradni a pontok körül,
van shield, van ugye folyamatos healelés, tudok burstölni, ezért ki tudom healelni azt, akit esetleg kell, úgyhogy nagyon-nagyon jól meg lehet vele oldani a dolgokat. És akkor gyorsan vegyük át Bridget előnyeit és hátrányait. Ugye azt láttatok, hogy nagyon strapabíró karakter van, armorja, tud is adni armort a csapattársainak, ami egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen jóval erősebb, mint a sima élet. A párbaj potenciája az hatalmas, szóval a legtöbb flanker karaktert egymagában el tudja intézni, és ezért is nagyon jól tudja védeni, ugye tud pílelni a másik supportnak mellette. Főleg dive ellen szokták használni, de igazából a stun és az ellökés, mind a két CC az olyan dolog, ami mindig jól tud jönni. Hátránya, hát igazából azt tudom mondani, ugye, hogy normális healje igazából csak akkor van, hogyha melee range-be tud ütni, szóval counterpickelni viszonylag egyszerű olyan hősökkel, akik messziről pókolva sebeznek, mert akkor csak is az armor pack-kel tudunk healelni, aminek ugye CD-je van, és hogyha nem tudunk senkit megütni, akkor nincs az a folyamatos AOE healünk, amit az Inspire biztosít. A másik pedig az, hogy igazából ugye, mivel ez egy melee karakter, és mivel nincsen nagyon olyan CD, ami begyorsítaná, stb., nem annyira mobilis. Az egyetlen dolog, ami egy picit tud nekünk segíteni, az ugye a shield bash, azzal tudunk hirtelen közelebb kerülni valakihez, viszont azt meg ugye általában jobb arra eltolni, hogy ugye sebzünk, és hogy stunolunk, szóval CC szempontból, ezért is azt mondom, hogy a mobilitás az nem Bridget erőssége, viszont hogyha oda jönnek hozzá, akkor kegyetlen. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszenek a guide videóim, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, stb. És akkor találkozunk legközelebb, valószínűleg egy Lucio guide-dal talán. Addig is, sziasztok!